A Szent Mihályon élők többsége kertészettel és ipari növények termesztésével foglalkozik. Új vetőmagokat kínálunk fel, új kémiai ilyen vegyszereket, amiket használnak, és próbálunk mindig valami innovációkat bekombinálni. A környező falvakban élő kertészek a nagybecskereki zöldségpiac fő ellátói. Az ilyen találkozások az információcsere szempontjából is fontosak. Megtudjuk az új vetőmagokat, ami most aktuális, az új permetezőszereket, ami úgy szintén aktuális, és hát bizonyos emberekkel találkozunk és elbeszélgetünk. A bánáti faluban 900-an élnek. A kistermelők nehéz helyzetben vannak a településen. Sajnos ez a gazdasági helyzet, ez a kisebb termelőket nagyon-nagyon fújtogatják, tehát úgy van, hogy olvadnak összefelé, nem bírnak lépést tartani a termelése, és akik kevesebb földdel foglalkoznak, azok igenis elhagyják a falut. A kistérségi rendezvényen az érdeklődők tájékozódhattak a Prosperitáti Alapítvány által kiírt pályázatokról is. Lehetőség ez a Prosperitáti Alapítvány számára is, hogy még a március 31-ig nyitva levő pályázatainkra felhívjuk a figyelmet. Van itt egy mini standunk és a Nagybecskerek Iroda munkatársaival. Sok termelő az ilyen helyi jellegű rendezvényen jut információhoz arról, hogyan lehet fellendíteni a mezőgazdasági termelést. Ez a mezőgazdasági kiállítás hatványozottan fontos, főleg az itt Bánátban élő, Szorványban élő, Szentmihályi és Szentmihály környékén élő magyar kistermelők számára. Itt ugye első kézből tudnak információkat szerezni, a vetőmagot forgalmazó növényvédőszereket, öntöző rendszereket forgalmazó cégektől. A szentmihályiak bemutatták a saját termékeiket is. Akár csak a legkisebbek, akiknek a többsége már iskolás korában besegít a családi gazdálkodásba.